Komáromban beszédet mondott Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes közigazgatási és igazságügyi miniszter. A fővárosban gálaműsort tartottak a Rákóczi Szövetség szervezésében, amelyen ünnepi beszédet mondott Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is. A Magyar Országgyűlés tavaly december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy április 12-e a felvidékről kitelepített magyarok emléknapja legyen. A határozatban rögzítették, az országgyűlés szükségesnek tartja a méltó megemlékezést a benesi dekrétumok miatt a Csehszlovák köztársaságból kizárt Magyarországra telepített mintegy 100 000-es magyarságról.